Ezúttal az Energofish csapata egy téli pecára hívja a tévénézőket. A horgászok többsége ilyenkor félreteszi a felszerelését, és nem is gondol arra, hogy akár a hideg időszakban töltött horgászaton is maradandó élményekkel gazdagodhat. Mi ezt próbáljuk bebizonyítani a mai műsorunkban, amikor is a Tisza-tóra látogatunk. Itt csodálatos táj vár ránk most télen is. Köszöntöm a horgásztársakat! Itt vagyok a kiskörei csónakikötőben, és a mai napon egy tiszatavi csónakos horgászatot szeretnék bemutatni önöknek. A kikötőről tudni kell, télen-nyáron üzemel, és az ide látogató vendéghorgászoknak lehetőségük van csónak és motorbérlésre. A kikötő összeköttetésben van az élő Tiszával, és a legkisebb vízállásnál is biztonságosan közlekedhetünk rajta. Nem marad más hátra, üljünk be a csónakba, és keressük meg a halakat. Megérkeztem a horgászhelyre, amit kiválasztottam. Körülbelül 1 kilométerre van tőlem a kiskörei vízierőmű, és ahol horgászok, körülbelül egy olyan 8-10 méteres víz van, és van egy medertörés. Gondolataim szerint itt a bandázó keszegek jobban összeállnak. És ahogy látjuk is, egy pikerbotot hoztam magammal, méghozzá egy Black Fighter pikerbotot, egy 330-as bolt. Teljesen tökéletes ezekre a keszegekre horgászni csónakból. Nem hosszú, igazából egy könnyű kis pecebotról van szó. Felszerelésnek egy gubancgátlós, féderkosaras megoldást fogok alkalmazni. Körülbelül 80 centis előkén van egy 10-es Excalibur brém horog. 12-es horogelőkét használok, és csalízni csontkukaccal és szúnyoglárvával fogok. Etetőanyagnak, mivel tél derekán járunk, ezért mindenképpen hideg vízbe egy sötét tónusú Tímár Elite Brém etetőanyagot hoztam magammal, melyhez mindenképpen ajánlatos egy pici ízfokozót még hozzáadni, ahhoz Turbo Benzár Mix karamell aromát tettem hozzá, még hatásosabb legyen, még jobban odahúzza ebbe a hideg vízbe a halakat. Egy ilyen csónakos téli horgászatnál mindenképpen említésre méltó a ruházat. Mindenképpen oda kell figyelnünk, itt a vizen teljesen kiszolgáltatottak vagyunk, fúj a szél, bármelyik pillanatban eshet az eső, mindenképpen egy olyan ruházatot kell választani, ami ennek megfelelő. Én rajtam egy balinó termoruha van, ez teljesen megvéd engem a széltől, ahogy látjuk is, ahogy hullámzik a víz, abszolút egy kellemes hőérzetet ad nekem ez a ruha. Ha esne véletlenül az eső, természetesen az esőtől is megvéd engem. Erre mindenképpen figyeljünk, hogy egy ilyen horgászatnál nagyon könnyen megfázunk, hogyha nem alkalmatlanul öltözünk egy ilyen horgászatnál. Egy szép kapásom volt.
szépen meghúzta a spiccet, és sikerült megakasztanom az első halat. Sikerült is egy szép tenyeres karika keszeget kifognom, és a lebegő csontkukac szúnyoglárva kombinációra jött, és az összes halat rögtön vissza is fogom engedni, mivel a 2014-es törvény nem engedi meg, hogy zsákmány halat, vagy legalábbis megtartjunk, és utána bemutassuk a kamerának, csak akkor, hogyha ezeket a halakat haza is visszük. Én ezeket a halakat nem kívánom hazavinni, ezért rögtön visszaengedjük. Úgyhogy remélem, még jó sok keszeget sikerül fogni a mai napon. Úgyhogy nincs más hátra, az etetőkosárba rakunk egy kis etetőanyagot, újra csalizunk, és jöhet a következő keszeg. Horgászni körülbelül a csónak végétől egy olyan 2 méterre horgászok. Nem kell nagyokat dobni, a etetőanyagot is gombócba, pluszba még bebírom juttatni. Az etetőanyagnak a mennyiségére is figyelnünk kell, ugyanis le vannak lassulva már a keszegek ebben a hideg vízben, 4 fokos vízbe horgászok. És az etetőanyagra visszatérnék még egyszer, hogy azért kell nekünk sötét túnosú etetőanyagot használnunk, ugyanis elég tiszta a víz, hogyha egy világos etetőanyaggal találkoznak a mederfenéken a halak, ezt sok esetben úgy veszik, hogy egy idegen tárgy, és tehát félnek, nem fognak oda menni hozzám. Ezért kell mindenképpen sötét túnus etetőanyagot használni, ami azért beleolvad a környezetbe, ezért sokkal előbb megfogom a keszegeket. Szép kapásom volt újból. Nagyon szépen legörbítette a spiccemet. És ismételten sikerült fognom egy dévérkeszeget. Egy ilyen tenyeres formájú. Engedjük is vissza gyorsan. Úgyhogy remélem jó úton haladok arra, hogy minél többet fogok etetni, szerintem annál jobban be fognak majd állni a nagyobb testű dévérkeszegek is és karikakeszegek is. Remélem, hogy nagyobbat sikerül még fognom. Elég sok apró testű hal van, szóval minden bedobásnál láthatóan van bent kis hal az etetésen, folyamatosan rezeg a spicc. Tehát sok kis hal van még, reméljük, hogy a etetésre be fognak állni ugye nagyobbak. Ahogy látjuk is, újból egy szép kapásom volt, sikerült is megakasztanom a halat, és úgy érzem, hogy ő már termetesebb hal lesz. Ugye nagyon nem erőltethetem, mert 12-es horog előkém van, ezért ilyen 8 méterről felhúzni a halat könnyen elszakadhat. De ő már egy szebb karika keszeg. Ilyen egy szép karika keszeg. Úgy néz ki, hogy tetszett neki a csonti és a szúnyoglárva csokor. Menjen is vissza a vízbe, és jöjjön a következő hal.
Most már csak annyi maradt hátra, hogy bejutassuk a csalinkat a kívánt helyre. Nagyot nem kell dobnia, hogy látszik is. Körülbelül 2 méter. Leérkezik ebbe a 8-10 méteres vízbe, és várjuk a következő kapást. Kisebb kapásom volt, és sikerült is fogni egy kisebb karikakeszeget. Ő is mehet vissza. Szép kapásom volt. Sikerült is megakasztani a halacskát. Már csak az a kérdés, hogy milyen halacska. Egy kis karikakeszeg. Nem, dévér. Már is engedjük vissza. Gyors újracsalizás, és jöhet a következő keszeg. Egy szép kapásom volt újból. Annyit változtattam, hogy horogelőkét már bő 1 méteresre kötöttem. És így sokkal jobban lehet fogni ezeket a jó tenyeres keszegeket. És azzal fogok próbálkozni, mivel ezeket a keszegeket már szinte minden bedobásra lehet fogni, hogy növelni fogom a csontkukac mennyiségét, és megpróbálok ezektől azért nagyobb dévér keszegeket is fogni. Remélhetőleg, hogy ők is így akarják majd. De most gyors újracsalizás, és gyorsan dobok be, mielőbb fogjak egy keszeget. Sikerült akasztani egy újabb halat. És egy kis keszeg. Ezekből a keszegekből már rengeteget fogtam. Nagyon sok van az etetésen. Engedjük is vissza. A csalinkat mindenképpen vizsgáljuk meg, pláne egy halfogás után. Mivel hogyha ki vannak csipkodva a csontik szúnyoglárvák, abszolút nem leszünk vele eredményes. Érdemes az időt rászánni, vagy hozzátűzünk, vagy kicseréljük a csalikat. Én most egy csontkukacot hozzárakok, úgy frissítettem föl a csalimat, és így sokkal eredményesebbek leszünk, mint hogyha ráhagyjuk a kicsipkodott csontkukacokra, úgy már kevésbé leszünk eredményesek. Egy nagyon szép kapásom volt. Sikerült is halat megakasztani. De hát már a nagyon sokadik keszeget sikerült már kifogni. Számtalan van az etetésen ezekből a keszegekből. Rengeteg. Ajánlom önöknek is, hogy akár télen is álljanak neki keszegezni. De nagyon nagy élményt nyújt ez nekünk. És engedjük is vissza. Fogyóban van a szúnyoglárvám, de van egy olyan utánpótlási lehetőségem, a Benzármix Jelly műszúnyoglárvája.
Ez teljesen ugyanúgy néz ki, mint a élő szúnyoglárva, és ugyanúgy föltűzzük a horogra, és már is horgászhatunk tovább. És ahogy látjuk, teljesen ugyanúgy néz ki, mint az élő. És szinte ugyanolyan jófogós. Úgyhogy már domuljunk is be. És lássuk, hogy milyen halat sikerül vele fognom. A műszúnyog lárvának az illatanyaga is teljesen megegyező a élő szúnyog lárvájéval is. Remélhetőleg vele is nagyon sok keszeget fogok ma. Jó voltos kapásom volt. Csak szépen pöcögtette a spiccet. Sikerült is megakasztanom. Szépen lehet föltekerni a halakat. Ajj, és meg is van. Nagyon sok dévérkeszeget sikerült már fognom. És a csontkukac, szúnyoglárva és egy szál mű szúnyoglárva. És engedjük is vissza. A hőmérséklete az körülbelül 2-3 fok körül lehet, de viszont a szél miatt szerintem olyan -2-nek biztos, hogy érződik. Mert ezért az embernek a keze, csupasz keze, az gyorsan átfázik. Pláne, hogyha hideg vízbe bele kell nyúlni. De viszont ezek a sok keszegek azért kárpótolnak valamennyire bennünket. Ahogy látjuk is, folyamatosan van egy kis kapásom, egy kis beleütésem, állandóan jelzi a spiccünk, hogy valamilyen halak, keszegek ott vannak az etetésen, és igen nagy mennyiségű halált ott össze, annak ellenére, hogy egy körülbelül 4 fokos vízben horgászunk, és eléggé aktívak is ezek a keszegek. Ahhoz, hogy ezeket a keszegeket ilyen szépen és gyorsan megbírjuk fogni, nagyon fontos, hogy az etetőkosarunkat, az etetőanyagot mindig egy koncentrált helyre próbáljuk juttatni, annál egyszerűbben megbírjuk fogni ezeket a keszegeket. És ez nagyon fontos, hogy mindig ugyanarra a helyre. Egy olyan 1,5 kiló etetőanyagot kavartam be, lassan a végéhez érek, újabbat már nem fogok bekavarni. Rengeteg keszeg beállt a etetésre, szinte minden dobásra egy keszeget sikerült fognom, vagy egy kapást kicsikarni. Igazából minden jól működött, a szúnyoglárva, a csontkukac, a műszúnyoglárva, igazából a szúnyoglárva és a csontkukac kombinációja volt a leghatásosabb. Nem messzire horgáztam magamtól, körülbelül 2 méterre, igaz 8-10 méteres mélységben, de ezzel a pickerbottal nagyon kényelmesen megbírtam horgászni ezt a szakaszt. A spiccben legérzékenyebb spiccet raktam bele, ezért nagyon szépen jelezte nekem ezeknek a keszegeknek a kapását. Az orsó az tökéletesen dolgozott, Black Fighter 20-as orsót raktam föl,
tökéletes kis orsóról van szó, ugyanis a keszegeket nagyon szépen, kényelmesen bírtam tekerni ezekből a mélységekből is. És újból sikerült egy halat akasztani. És egy kis keszeg. Engedjük is gyorsan. Ezzel búcsúzom is önöktől, és ne felejtjék, horgászat határok nélkül az Energofish csapatával. A viszontlátásra!